Köszöntöm nézőinket, Török Mária a vendégem. Mária a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatónője. Gondolom Mária, lehet, hogy sokan így jön személyesen nem is ismerik, az ügyfelek jönnek, mennek, lehet, hogy kapnak dokumentumokat, amin ott az ön aláírása, de talán személyesen és hát ez érthető is, nem tud mindenkivel találkozni. De mégis egy olyan intézményről van szó, ami nagyon sokszor reflektorfénybe kerül. Mondhatni, hogy a lakók, az állampolgárok mindegyikét érinti, úgyhogy nagy feladat az öné, és hát mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy feltételezzük, hogy kemény személyiségű hölgy az, aki elvállal egy ilyen posztot, tehát valójában már arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki is valójában Török Mária. Nem tudom, hogy egyáltalán szexárdi születésű-e, vagy hogy szexárdon nevelkedette, vagy a gyerekkor teljesen máshoz köti, és hogy mennyire látszott az gyerekkorban, hogy ön valamikor egy ilyen nagy intézményt fog irányítani. Hát én a gyerekkoromat tornán töltöttem, én tornai származású vagyok. Nagyon sok tornai most szexárdon él. Ugye, ha elszármazottak találkozóját szervezik, tornán lehet látni, hogy milyen sokan elszármazottak tornáról. Én csak szexárdig jöttem, de tornán nevelkedtem, ott jártam általános iskolába, és ott jártam gimnáziumba is. Én a gimnáziumi érettségit követően kerültem a Pécsi Egyetemre. A Közgazdaságtudományi Egyetem akkor 1973-ban, amikor én kezdtem, ezzel egy picit el is árultam ugye a koromat, akkor még Marsz Károly kihelyezett Közgazdaságtudományi Egyetem volt, én még így kezdtem, és más néven Pécsi Tudományegyetem Egyetem Közgazdaságtudományi Kara fejeztem be, itt kaptam 1977-ben okleveles közgazda eh, diplomát. Ezt követően én elkezdtem dolgozni egy vállalatnál, mert én alapvetően egy belkereskedelmi szakágazaton végzett közgazdász vagyok. Tehát ekkor még igazán nem látszott, hogy nekem az egészségügyhöz bármi közöm lenne. Én nagyon szerettem tanulni, jeles voltam végig a gimnáziumban, kitűnően érettségiztem, és megmondom őszintén, hogy én annak idején kacérkodtam a jogi pályával, sőt, a tanáraim, meg az osztálytársaim egy része úgy gondolta, hogy talán orvos is lehet belőlem, mert ugye akkor a jó tanulás és az orvosi pálya között egyenlőségjelet tettek. Nagyon sokan, ugye, akik kitűnő tanulók voltak, orvosnak mentek. Én idegenkedtem a vértől és minden ilyen orvosi beavatkozástól, tehát ez igazán nem merült fel bennem. Viszont a jogi pálya igen, de megmondom őszintén, hogy engem egy egész furcsa véletlen terelt közgazdásznak. Az pedig az volt, hogy én a gimnáziumba kaptam egy lehetőséget, hogy az akkori egyetemisták körébe elindult úgynevezett Studium Generale akció, ami a fizikai dolgozók gyerekeinek a felkészítését egyetemi tanulmányokra segítette. Én ebbe lehetőséget kaptam, tehát én a Pesti közgázra járó egyetemistáktól, matekból, történelemből, a felvételi tárgyakból feladatokat kaptam, azokat rendszeresen megoldottam, két évig ment ez a levelezés, és két olyan alkalom is volt, hogy szerveztek tábort, egyetemi felkészítő tábort, és szerintem ennek is a tanáraim jó voltából, meg a saját szorgalma mellett én ennek is köszönhetem, hogy tulajdonképpen felvételt nyertem akkor az egyetemre. Tehát én közgazdászként végeztem, vállalatnál kezdtem dolgozni, de azért, mert kötelező pályázati rendszer volt. Mi voltunk az első kísérleti nyulak 1977-ben, akkor kezdődött ez a dolog, hogy vállalatok, intézmények pályázatot kellett, hogy megjelentessenek a pályakezdő egyetemistáknak, és arra kellett jelentkezni. Na most a kötelező pályázati rendszer akkor nem tett jót, én szívem szerint Pécsen maradtam volna, de egyrészt kevés volt a pécsi lehetőség, Másrészt, meg akkor olyan albérleti árakat kellett volna kifizetni, ami a kezdőfizetéssel egyenértékű volt, tehát ezt én nem tudtam volna vállalni, hiszen a Ezek ez Szerint, bocsánat, nagyon jól érezte magát, Pécsen. Én nagyon jól éreztem magam. Nekem az egyik kedvenc városom ma is nagyon szívesen járok vissza, és megmondom őszintén, hogyha ha nem, nem, olyan lehetőség lett volna, tehát a szüleim ugye végig tanítattak, elég sok anyagi áldozatot jelentett ez, ha akkor én mondjuk olyan lehetőséget kapok, hogy el tudtam volna magam tartani, tehát a fizetésemet nem albérletre költöm, akkor én biztos ott maradok. De hát akkor a kötelező pályázat, szexárt, két vállalat hirdetett akkor pályázatot, az egyik az a Torna megyei vendéglátóipari vállalat volt, kereskedelmi szakon végeztem, azt választottam. Úgyhogy tulajdonképpen így kerültem a pályára de megmondom őszintén, hogy az egészségügyhöz én csak az 1980-as évek közepén kerültem közel, mégpedig úgy, hogy én a szakszervezetek megyei tanácsánál gazdaságpolitikai munkatárs lettem, ahol nem csak a megye gazdasági folyamatainak elemzése vizsgálata tartozott a munkakörömbe, hanem én foglalkoztam az egészségügy oktatással is. Na most az egészségügy ugye 1988-as törvény alapján TB finanszírozási körbe került és a megyei tanács akkori szakmai főosztálya, és a megyei tanács vezetése, valamint a szakminisztérium előzetes egyeztetéseket folytatott, és én akkor ott már, mint a szakszervezet megyei tanácsának képviselője részt vehettem. Tulajdonképpen én igazából ott kerültem közel az egészségügyhöz, és amikor a társadalombiztosítási finanszírozásba átvételre került, és a megyei társadalombiztosítási igazgatóságon szervezeti változás történt, hiszen ennek következtében felállt egy új osztály. Úgy hívták, hogy egészségügyi osztály. Én 89 nyarán ide kerültem. Tehát én akkor egy új egészségügyi osztály, ahol orvosok, gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek, tehát a szakma dolgozott, én egyedüli közgazdászként kerültem oda. És megmondom őszintén, Először kicsit féltem, hogy én ebben a szakmában egyedül egy ilyen szakmai osztályon, de utána én azt mondom, hogy ez nagyon nagy előnyt jelentett számomra. Azért, mert olyan orvosi, olyan gyógyszerészeket összehívó értekezlet, amire lehetett, mindenhova eljutottam. Nekem az egészségügyi szakmai kapcsolataim, az országos egészségbiztosítás szakfőosztályaival a kapcsolataim, a más megyék társadalombiztosítás igazgatóságával a kapcsolataim, azok mind itt, ebbe a 89-es évtől szépen folyamatosan bővültek, bővültek, és én elmondhatom, hogy ma már, amikor a 14. évemet töltöm, a, ma, inkább már a 15. évemet a MEP-nél, én azt hiszem, hogy nekem ez volt a jó lecke, meg ez a jó lehetőség, hogy én akkor egyedüliként, mindenesként hozzáteszem. Tehát ezt csak úgy üzenem a mai pályakezdő diplomásoknak, hogy nem kell attól félni, ha valaki, olyan feladatokat is kap, ami operatívnak talán kevésbé felelősségteljesnek és tartalmasnak tűnik. Én mindent csináltam ezen az osztályon. De nekem ez az előnyöm később visszaköszönt, amikor osztályvezető lettem 94-be, visszaköszönt, amikor 2001-be hivatalvezető lettem, és visszaköszönt most, amikor pályázat útján elnyertem az igazgatói beosztást 2003. május 1-től. Mária, a ö karrier alakulása közben. Nem szeretem ezt a szót, de soha nem tudok helyette igazából jobbat. Soha nem merült fel az önben, amikor egyre több tapasztalatot szerzett, egyre inkább érezte, hogy még több tudás birtokában van, hogy akkor elmenjen, amikor már abban a helyzetben volt, hogy el tudja magát ugye látni, vagy bárhol új területen kipróbálhatná magát. Ez annyira egy meghatározott útvonalat adott, ez a 14 évre visszavezethető folyamat, hogy erről soha nem tántorította le semmi? Én megmondom őszintén, hogy miután az egészségügynek a társadalombiztosítási körbe kerülése, ez egy új feladat volt. Ugye azelőtt nem így működött az egészségügy finanszírozása és tervezése, és ez egy új feladat volt. Én úgy éreztem, hogy itt egy új lehetőség, egy új szakma, amit meg lehet tanulni. A közgazdászokat nem úgy képezték, bár mi szakosodtunk, ugye több szakosodás volt az egyetemen de nem így képezték, ma már van ilyen, hogy egészségügyi gazdaságtani képzés. Akkor nem volt. Volt egy alapszakmám, közgazdász vagyok, de azt ugye mindenki tudja, hogy egy egyetem az nem a szakma fortéjaira készít fel, az ad egy szemléletet, egy összefüggéslátást, egy szakmai alapot, de majd a gyakorlat során kell az embernek magára szedni ezeket a szakmai tudást vagy ismeretet. Na most ez egy új szakma, és én azt mondtam, hogy a biztosítás szakma, még hogyha ma az egészségbiztosító nem is az a tisztán biztosító, de hogy ezt a szakmát megtanulva később esetleg bármilyen más szervezeti változás, kiegészítő biztosítók, ha felvetődnek, vagy lenne új lehetőség. Én úgy gondolom, hogy azokat az embereket fogják először majd megkeresni, akik ezen a területen már szakmai tapasztalatot szereztek. Na most volt, le, volt lett volna lehetőségem nekem egyébként más területen is dolgozni, de ezen a szakmán belül egy időben hívtak az egészségbiztosítás Országos szervezetéhez dolgozni, megmondom őszintén nagy kihívásnak éreztem, el is mentem volna, csak akkor a családi körülményeim úgy alakultak, hogy mégis úgy döntöttem, hogy itthon maradok. Én megmondom őszintén, nem bántam meg, én nagyon szeretem ezt a feladatot, főleg most, hogy a, a, megyei hivatal élén ezt a szakmai tapasztalatot, ezt a tudást hasznosíthatom, és úgy gondolom, hogy itt bármi eredményt sikerünk elérni. sikerül majd elérni, akkor abban már az én, az én létem, az én munkám is benne van tudatosan készült ön erre a vezetői pozícióra? Tehát eljött az az időszak, vagy, vagy volt olyan, amikor már azt mondta, hogy ha már ennyit letettem, és ezt végigcsináltam, akkor most már azt szeretném, hogy egyszer elérjem azt, hogy onnan fentről irányítsam a dolgokat, és ahogy az előbb említette, olyan sikereket érjek el, amiben már az én részem igen erősen benne van. Hát őszintén szólva nem tudom hány ember van az, aki úgy tűzi ki maga elé a feladatot, hogy, hogy én igazgató vagy én, én olyan első számú vezető. Igen, szerintem van. Van, biztos van, én nem ez a típus vagyok. Én megmondom őszintén, hogy engem maga a rang, a beosztás, ez a hatalom, ez nem vonzott. Én úgy gondoltam, hogy ha én a szakmába elmélyedek, én, én folyamatosan tanulok, azért azt hozzá kell tennem, mert nem mondtam, hogy én a, nem álltam meg a az első diplománál. Én időközben szerettem másod diplomát posztgraduális képzésen. Minden, minden évben, vagy minden olyan szakmai szakaszban az életemben, amikor erre úgy láttam, hogy szükségem van önképzéssel, továbbképzéssel, számos szakmai tanfolyamon részt vettem. Én egészségügyigazgatásból igazgatásból szakvizsgát tettem. Tehát én azt mondtam, ha én megalapozom a, a szakmai munkámat egy folyamatos önképzéssel, továbbképzéssel, és azt a gyakorlatban használom, és a kapcsolataimat, a más partnerszervezetekkel, szolgáltatókkal a kapcsolataimat javítom. Én úgy gondoltam, hogy előbb-utóbb ez majd meghozza a gyümölcsét, hogy ez a gyümölcs egy vezetői állás. Tagadhatatlan, hogy azt mondja az ember egy évek során, hogy ma már lehet, hogy tudnám hasznosítani jobban, ha nem egy. 10 osztályt, hanem mondjuk egy 83 fős hivatalt irányítok, és egy kihívás is persze, hogy az ember örült, és azt mondja, megpróbálja is, hiszen nem is pályáztam volna meg, hogyha, ha nem akarnám kipróbálni magam ezen a területen. Én úgy gondolom, hogy először az ember szakmailag felkészül, gyűri, gyűri, csinálja, és amikor eljut egy olyan szintre, akkor azt mondja, van lehetőségem, próbáljam ki. De én soha nem voltam ez a könyöklős, ez ez a, ez a, ez a típus, hogy na hát én nekem az életem aztán nagyon nagy tragédia, ha nem leszek első számú vezető, de megköszönöm a sorsnak, hogy megadatott, megköszönöm mindenkinek, aki a bizalmat azt megadta, én el fogok mindent követni, hogy ennek megfeleljek. Ez egy öröm, nyilván való egy öröm, egy szakmai munka eredménye ez is, hogy idáig eljutottam. Mennyi ideje marad időközben a magánéletre, a családi élet, hogyan alakul? Hát megmondom őszintén, hogy ebbe viszont nem dicsekedhetek. Én egy kicsit azt hiszem munkamániás vagyok, én egy én egyedül élő vagyok, szóval én egyedülálló vagyok, nem mentem férhez, nincs gyerekem, mondjuk ez az, amit a magánéletemben picit sajnálok. Valahogy mindig úgy alakult a dolog, hogy vagy a tanulás miatt, vagy a szakmai munka továbbképzések egyéb tanulás miatt, mindig ezt helyeztem előtérbe. Én nem mondom, hogy nincsenek barátaim, rengeteg barátom van, a szabadidőmet hasznosan el tudom tölteni, rengeteget utazom, olvasok, színházba járok. Tehát az a kevés szabadidő, ami a mostani munka mellett megadaték, én azt nagyon hasznosan, tartalmasan töltöm el. Viszont ezt én egy picit sikertelenségnek tartom, hogy a magánéletemben így rendeződött, hogy mondjuk éppen a hétvégén volt érettségi találkozónk, ahol a 30 éves érettségi találkozón mindenki beszámolt a életéről, Hát egy picit azt sajnálom, hogy nem dicsekedhetek, hogy ma nekem lenne egy egyetemista vagy egy főiskolás gyermekem, viszont a családba a bátyámnak van családja, már unokája, tehát nyilván oda is kötődik, és a szeretetemet azokra a gyerekekre, unokára tudom, és van egy keresztfia, a nővéremnek a fia, aki most főiskolás, és nyilván őt is egy picit istápolom terelgetem, tehát kijut azért az ilyen magájellegű család dolgokból is, de személy szerint nekem nincs saját családom. Miben változott az élete, amikor májusban ez a kinevezés megtörtént? Tehát azon túl, hogy gondolom, hogy a munkahelyi gondok, feladatok megszaporodtak ez természetes. De úgy egyébként önben milyen változást hozott, vagy akár a környezetben szokták mondani, hogy amikor. Ö valakit előléptetnek, vagy valaki valamiféle pozícióváltáson megy át, akkor sokszor azt a, 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 környezet hát nem mindig pozitívan fogadja. Mondhatnám azt is, legyünk őszintén, sokszor irigyek az emberek, és, 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 és alaptalanul is bántják a másikat, és elkezdődnek ezek a, az úgynevezett rossz indulatú dolgok. Szóval soha, a soha nem mondjuk senkinek, hogy te ezt azért érted el, mert bizony ennyit és ennyit letettél az asztalra, hanem mert biztos az azért is keresük a, a, különböző hátsó dolgokat. Értéke ilyen negatív hatások, vagy, vagy, vagy egyszerűen mi változott? Hát miután ez a pályázati rendszer egy picit elhúzódott, és kicsit későn került kiírásra, és ugye kétségtelen, hogy amikor egy, egy állásra több pályázat van, az ember a környezetéből visszahal innen-onnan megjegyzéseket, esetleges plegykákat, vagy, vagy nem biztos, hogy számára jó leső mondatokat. De én megmondom őszintén, az én baráti köröm, meg az ismeretségi köröm az elég széles. Én rengeteg gazdasági vezetőt, olyan ma felelős beosztású embert ismerek, akik nagyon jó munkakapcsolatban voltam is velük korábban, a korábbi pozíciómban, meg vagyok ma is. Én tőlük csak biztatást kaptam, a barátaim természetesen támogattak és segítettek, ami a fülembe jutott rosszindulatú pregyka, vagy olyan jellegű megjegyzés, vagy olyan, olyan ö, ö, ügy, én azt mondom, hogy ezt nem kell komolyan venni. Ha az ember ezekkel foglalkozik, és ezeket ö, komolyan veszi, akkor az kihat a magánéletére és a munkájára is. Én nem azért kaptam a bizalmat, hogy ilyen pregykákkal vagy ilyen ügyekkel foglalkozzam. Én azért kaptam, hogy egy hivatal munkáját ma úgy szervezem, hogy a munkatársak jó, jó érzéssel jöjjenek be, hogy színvonalasan jól dolgozzanak, hogy minket a megyébe elismerjenek, mert azért azt nem tudom a nézők közül mennyire tudják, hogy mi a jogi önállóságunkat, az önálló jogi személyiségét a MEP 2000-ben elvesztette, tehát ez visszavonásra került, és az OEP megyei igazgatási szerveként dolgoztunk, de nem voltunk jogilag önállóak, akkor nem is igazán volt a megyébe lehetőségünk kifele kommunikálni, hanem amit az OEP előírt, azt végrehajtottuk. Most változott a helyzet, 2003. január 1-től ismételtem, megkaptuk a jogi önállóságot, úgyhogy annak idején a pályázatomban én egyértelműen le is írtam, hogy én kívánom, hogy a PR kapcsolataink, a külső kapcsolataink javuljanak, hogy a sajtóval rendezzük a viszonyunkat, hogy a rendezvényeinkről, ügyekről, ami a lakosságot, a biztosítottakat érdekli, érinti, időbe kapjanak tájékoztatást, hogy a, tartsunk gyakrabban a sajtótájékoztatót, hogy a államigazgatás más területein működő, szervezetek vezetőivel rendszeresen találkozzunk. Én a megyei államigazgatási kollégium üléseire takként meghívást kapok, nekem ott mindig lehetőségem van bemutatni a megyébe folyó munkát, az egészségbiztosítás aktuális ügyeit, visszajelzést kapok más hivatalok vezetőitől, ha bennünket érintő ügyről van szó, hogy hogyan fogadták. Úgyhogy én ezekkel foglalkozom, nekem ez a központi kérdés, nem a. Mindig van ilyen, természetesen hozzám is el szoktak jutni ilyen plegykák, de nem érdekel, megmondom őszintén, engem a feladataim érdekelnek, és annak a jó végrehajtása. Azt hiszem, hogy ez így van rendjén. Mária, mennyire fogadják el ma a női vezetőt? Ugye egy időben az is kuriózumnak számított, hogyha már egy hölgy ő, ő, akár politikai pályára lépett, vagy éppen az utóbbi időben kezd ugye megszaporodni e, annak az elfogadása, hogy ugye akár Szili példáját említve is sorolhatnánk, hogy egyáltalán bizony a hölgyek is oda tegyék magukat és kiálljanak. Itt helyben hogy tapasztalta? E, másképp fogadnak egy női vezetőt, mint egy férfit, vagy ennek most már mondhatjuk 2003-ban abszolút nincsen jelentősége. A, a, a Szerintem ma egy női vezetőt jól fogadnak itt a megyébe. Megmondom őszintén, nekem csak jó tapasztalatom van. Én szerintem támogatnak, elfogadnak bennünket, elég sok női vezető van ma a megyébe, Ugye, hogyha végig gondoljuk a közigazgatás területén működő más hivatalokat, elég számos női vezető van. Szerintem jó leső érzés, hogy támogatnak bennünket. Egy dolog az biztos, hogy ma egy nőnek, ha első számú vagy bármilyen vezető szerepet elvállal, akkor vagy, ha egyedülálló, akkor tudja szervezni, és akár a hétvégéit, vagy a szabad idejét föláldozva a plusz feladatokat és az ezzel járó kötelezettségeket tudja teljesíteni, ha pedig nem, akkor pedig egy olyan családi háttér kell, hogy mögött álljon. Én megmondom őszintén, nekem korábban osztályvezetőként az irodámban volt egy ilyen jelmondat kiírva, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő áll, és minden sikeres nő mögött saját maga. De ha egy család van, egy olyan férj, vagy egy olyan támogatottság a családból, hogy felszabadítják idézőjelben mondom a olyan háztartási vagy egyéb kötelezettség alól, hogy ő tudja ezt a plusz feladattal, nem csak szakmai munkával járó kötelezettségének eleget tenni, akkor úgy gondolom, hogy sikeres vezető lehet, és itt a megyében is fogadják, nekem csak jó tapasztalatom van. Úgyhogy köszönöm az összes férfi vezetőnek, hogy így fogadtak bennünket és támogatnak. Mária, utalt már arra, hogy itt ö, a MEP kapcsán egy bizonyos szemléletváltás következett be, és ezt azt hiszem, hogy a nézők már tapasztalhatják, és most elmondhatjuk, hogy országosan több intézményre is igaz ez, hogy a kommunikációs stratégiát megváltoztatják, sokkal nyitottabbak az állampolgárok felé, hogyha az önök esetére gondolunk, akkor a közelmúltban ö, mi is több eseményről beszámolhattunk. Miért fontos ez? Kérdezhetném én, hiszen... Ö, bürok Demokratikus dolgok történnek, szükségünk van rá, bemegyünk, kitöltjük, aláírjuk, elintézzük. Miért fontos, hogy ez változon, és ahogy ön említette, miért az egyik fő cél ez? Azért az egyik fő cél, mert annak idején is beszéltünk róla, meg a pályázatomban is kiemeltem, hogy én azt szeretném, hogyha a mi hivatalunk egy olyan jogszerű, színvonalas munkát végezne, amivel az ügyfeleink és a biztosítottak a sajnos egészségügyi szolgáltatást igénybe igénybevevőknek jár, vagy amire rászorulnak. Én megmondom őszintén, hogy én azt tapasztalom, hogy a mi területünket érintő rengeteg jogszabályi változás az nem tesz jót arra, hogy az emberek egy megszokott rendet, hogy hogy kell elintézni egy gyedet, hogy hogy kell elintézni egy tápénzigényést, hogy hogy kell elintézni egy egészségügyi szolgáltatásra jogosultságnál egy megállapodás megállapodáskötést hogy ezeket nem lehet hosszú távon megtanulni, megszokni, mert sajnos a rengeteg jogszabályi változás az azt vonja maga után, hogy újabb és újabb tájékoztatást, információt kell adni. Na most, amikor még jogilag önálló volt a MEP, addig rendszeresen szerveztünk értekezleteket. Például a kifizetőhelyi értekezletet, ugye most már kevesebb a kifizetőhelyek száma, és nagyon sok feladat bekerült a mep -be, de még mindig 168 kifizetőhelyi helyünk van, és ott az ügyintézőknek szerintem nem elég az, hogy esetleg egy-egy továbbképzéssel részt vesznek, hanem folyamatosan, akár negyedévenként, fél évenként meg kell őket hívni, lehetőséget adni arra, hogy kérdezzenek, hogy ha van jogszabályértelmezés probléma, akkor velünk együtt, ugyanis mi az egyik oldalon, ők a másik oldalon. Ha előre megbeszéljük és helyesen értelmezzük, később maga a gyakorlati munka során nincs gond, de az egészségügyi szolgáltatók. Ma a biztosítottak az egészségügyi szolgáltatásra jogosultaknak, ugye panaszai vannak, sajnos az egészségügyben egyre több a panasz, nem csak a beteg panaszkodik, a tulajdonos önkormányzat, maga a szolgáltató, tehát valahol nekünk ezeket a konzultációs lehetőségeket, amikor egy szerződéssel kapcsolatos gondot, vagy a szerződés végrehajtásával kapcsolatos gondot, vagy egy beteg panaszügyét el kell tudni intézni, én a személyes konzultációnak, a, a folyamatos kapcsolattartásnak vagyok híve. Én ezt a jó, hogy feltalálták a faxot, a mobiltelefont, jó, hogy ma a technika sok mindenbe segít, akár e-mailen is lehetne már, ugye csak kapcsolatot tartani, nagyon-nagyon haszontalan, ha csak ezt a technikát alkalmazzuk. Igenis a személyes kapcsolatnak, a folyamatos konzultációnak tere kell, hogy legyen, és én ezt nagyon-nagyon szeretném. Tehát mi visszahoztuk ezt a rendszert, hogy szolgáltatói fórum, kifizetőhelyi értekezlet, Mondom még egyszer, hogy olyan eseményeknél, ahol sajtótájékoztató fontos, mert változik egy jogszabály, nagy tömeget érint, nagy horderejű kérdés, igenis meg akarjuk tenni, hogy ez a személyes kapcsolat megmaradjon. Az én kollégáimat ne csak az ügyfelezőből ismerjék, bár büszke vagyok, mert rengeteg visszajelzést kapok utcán megállítva is, hogy köszönik szépen ezt a gyors, rugalmas ügyintézést, hogy csak jó tapasztalataik vannak, és akkor ilyenkor egy picit úgy érzem, hogy az én érdemem is, különösen úgy, hogy sikerült most a tárgyi technikai feltételeken javítani, megteremtettük a az új ügyfélszolgálati térbe a tényleg színvonalas korszerű ügyfélkiszolgálást, de, de én mondom még egyszer, hogy nálam a kórház igazgatókkal a napi kapcsolat is legalább ilyen fontos, hogy az intézményvezetőkkel le tudjunk ülni, hogy egy ellenőrzés az segítő szándékú ellenőrzés legyen, és ne érezze a kórház, hogy a MEP, mint biztosító, arra idézőjelben mondom, utazik, hogy visszavonja azt a nehezen megszerzett E alapból kiutalt összeg egy részét. Nem erről van szó. Segítő szándékú ellenőrzés, és mindent a biztosított a beteg érdekébe, mert mi ezért vagyunk. Szóval itt lehet mondani, hogy a szolgáltató meg a partnerek kapcsolata, de azért legyünk őszinték. Én szoktam mondani az intézmény, intézményvezetőknek, hogy mi egy pályán vagyunk, mi vagyunk a biztosító, aki köt egy szerződést arra, hogy azt a szolgáltatást ők nyújtsák, de kinek? A betegnek. És itt a beteg a biztosította fontos ebbe az egész dologba. Biztos, hogy rengeteg dologról beszélhetnénk. Mi, még ugye az adás előtt az is szóba került itt kettőnk között, és ezt a nézők biztos, hogy tapasztalják, ugye, hogy az OEP, tehát maga az egészségbiztosítási pénztár, akár egy, egy, egy MEP, nagyon sok mindennek ki van téve. Ugye veszélyes terület az egészségügy kapcsán, most úgyis az aktuál politikai kérdések is elég viszontagságosak, de mégis így a beszélgetés végén én egyetlen egy dolgot szeretnék még öntől megkérdezni, ugye Ugye jelen pillanatban az OEP élén egy hölgy áll. Nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Gondolkodik-e ilyesmi? Megfordul-e a fejében ilyen? Szó nincs róla. Szó nincs róla. Én megmondom őszintén, hogy ma az OEP főigazgatójának lenni egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és, és szerintem rendkívül nagy tapasztalatot és odafigyelést igényel a jelenlegi főigazgatóknak is egészségbiztosítós múltja van, hiszen ő dolgozott főosztályvezetőként elég hosszú ideig az oep az egészségügy más szakmai területén is, de, de ez már egy akkora kihívás és már egy olyan nagy feladat, hogy én azt hiszem, hogy ez az a terület, amit hagyjunk meg másoknak. Úgyhogy nekem ilyen szándékom, ha én mentem volna ebbe a szakmába más területre dolgozni, akkor mondjuk az országos egészségbiztosítás aparátusába attól nem zárkoztam volna el, és biztos, hogy ha úgy alakul, akkor lehet, hogy már Pesten dolgozom, de, de nem, én azért ennyire nagy feladatra nem. Nem. Én megmondom őszintén, ha én ennek eleget tudok tenni tisztességgel, amire most hivatva vagyok, és amire bizalmat kaptam, akkor én már boldog, kiegyensúlyozott ember vagyok. És leszek, remélem. Így legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk a nézőknek a figyelmet. Köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!